Sziasztok, Tamás Benyamin vagyok, és ez itt a hálózati alapozó. Át fogunk menni ilyeneken, hogy IP címek, MAC címek, mik azok a routerek, mik azok a switchek, hogy kell ezeket beállítani, mi az a port forwarding, mi az, hogy belső IP, külső IP, hogy működnek a hálózati eszközök, hogy lehet MAC címet megváltoztatni, meg hogy ezek mit hogy vannak, meg mit jelentenek. Na, akkor először próbáljunk felrajzolni egy kis ábrát. Kezdjük akkor az alap fogalmaknál, tehát hogy mi az a hálózat. Hát gyakorlatilag a hálózat nem más, mint amikor kettő vagy több, mondanám egy számítógépet, de igazából eszközt, tehát bármilyen eszközt, hogyha valamilyen módon összekötünk, hogy tudjanak kommunikálni, akkor ez egy hálózat, amiről beszélünk, és hogyha van hálózat, akkor mind a számítógépek, mind az emberek nagyon boldogak, mert hogy minden jó is működik. Csak hogy általában nem ez az eset, ha nem tudjuk beállítani rendesen, azaz minden nem működik, vagyis problémák vannak. Ezek a probléma elkerüléséhez nézzük először át, nézzünk át egy pár olyan dolgot, ami kulcsfontosságú a hálózatban. Először is van az eszköz. Ezt egy ilyen kis kockával fogom jelölni. Ez itt lehet egy telefon, számítógép, akármi. Ez egy hálózati eszköz. Eszköz azt olyat tud, hogy van neki valamilyen hálózati, úgymond interfésze, tehát valamivel kapcsolódik a hálózatán. Ez lehet egy ilyen UTP kábel, ami csatlakozik valahová, vagy lehet éppen egy Wi-Fi, és mondjuk azzal csatlakozik a hálózathoz. Lehet 3G, mint a telefonokban, sok minden lehet. Na, ez egy eszköz. És tehát az eszköznek már megbeszéltük, hogy van hálózati interfésze, és a hálózati interfésznek van egy fontos tulajdonsága, mégpedig a MAC cím. Elvileg minden egyes készüléknek, az minden egyes hálózati interfésznek egy egyedi MAC azonosítója van. Hogy néz ki egy ilyen MAC cím? Hát, mutatok egy példát, például az, hogy 00112233445. Ez egy teljesen jó MAC cím. Ugyanis a MAC cím az úgy néz ki, írok fel még egyet, mondjuk ez, és egy teljesen valid, azaz jó MAC cím. Hát itt ugye nem csak betűk vannak, hanem számok, ez azért van, mert hogy itt hexadecimális értékeket használunk. Tehát nem 0-tól 9-ig mennek a számok, hanem 0-tól 15-ig, ahol hát ha kifogytak a számok ugye 9 után, akkor jön az A, az a 10, és szerintem a többit azt így ki tudjátok találni, hogyha azt mondom, hogy az A után következik a B, ami bár nem egy meglepő tulajdonság. Na tehát, van nekünk ez a MAC cím, ami remek és gyönyörű, és látjuk, hogy nem csak számokból, hanem hát úgymond hexadecimális számokból áll. És még egy dolog, amit észrevettünk, hogy itt így tagolva vannak, tehát általában kettős ilyen izével szoktuk tagolni, és van ebből összesen 6 darab ilyen tagolt szám, ergo 12 darab hexadecimális érték. Most, ha valaki nagyon penge és ügyes matekból, akkor gyorsan rávágja, hogy összesen mennyi ilyen szám lehet. Hát 16 a... ugye kettesével vannak is 6 darab van, tehát 16 a 12-en, amit ha elég ügyes vagyok, akkor talán, hoppá, talán még ide is tudok írni pirossal. Nagyon jó. Tehát összesen ennyi kombináció létezik ezekre a számokra. És hát ez azért fontos, mert hát ugye ez egy ilyen elég nagy szám. És a MAC címnek az a
lényege, azért találták ki ezt a remek dolgot, hogy valahogy valami egyedi azonosítót kapjon minden egyes készülék. Ugye tegyük fel, hogy van mondjuk 3 készülék egy hálózaton, ez egyáltalán nem egy furcsa eset, általában ennél több szokott lenni, akkor amikor beszélgetnek egymással, hát valahogy csak meg kéne címezni azt a másik embert, hogy azt a másik hálózati eszközt, hogy azért mégis tudják, hogy most akkor kinek szántam azt az adatot. Hát erre szolgál ez a remek megcím, ez megkülönbözteti az összes hálózati interfészt, minden egyes hálózati interfésznek van egy ilyen remek szép száma, és mindenkinek más jobb esetben. Tehát, most már tudjuk, hogy mi az a MAC cím. Nézzük meg akkor, hogy egy Windows alapú gépen hogy is lehet ezt a MAC címet megtekinteni. Hát én ugye most egy Windows 8.1-es gépen vagyok, de Windows 7-en is hasonlóképp meg lehet nézni. Ugye itt jobb oldalt lent van a hálózat, kis ikon, ahol vagy egy Wi-Fi-e, vagy egy ilyesmi jelenik meg. Jobbeger gomb és hálózat és megosztási központ megnyitása. Itt megnyitjuk, és itt bal oldalt van ilyen, hogy adapter beállítások módosítása. Itt is láthatjuk a hálózati adaptereket, ugye ez mindegy hálózati interfész. Tehát nekem most van itt hirtelen 2, és hát az Ethernet szokott általában az lenni, ami ugye a kábeles interfész, és akkor hát mit is tudunk ezzel csinálni? Hát hogyha megnyitjuk simán, akkor láthatunk valamilyen állapotot, és akkor itt van mindenféle remek információ, ami majd nagyon jól fog jönni nekünk később. De hogyha bemegyünk a részletekbe, akkor láthatunk ilyet, hogy fizikai cím. Ez ugyanis hát látható, hogy ez a szám, ez itt remekkel itt van, amit az előbb is felírtam. Ez ugyanis a MAC címe ennek a számítógépnek. Tehát ez nyilván nem a gyári cím, mert ez nem nagyon szokás ilyen címeket adni, de ezeket ugye lehet módosítani is, tehát nyilván van egy gyári szám, ami bele van építve, bele van égetve magába a hardverbe, és azt úgy át lehet írogatni és úgy használni, de nem feltétlenül kell szétégetni magát a chipet, hogy megváltoztassuk, ezt majd meg fogom mutatni, hogy hogy kell ezt a számot megváltoztatni. És akkor nézzünk egy másik módszert, hogy hogy lehet ezt a számot megnézni, amit még szoktunk használni. Ugye első lépés, hogyha egy Windows R kombinációt nyomok, akkor bejön ez a futtatás ablak, vagy start gombra, hogyha beírom, hogy CMD, akkor meg fogja nekem nyitni ezt a parancsort itt. De mi most itt írjuk be, hogy CMD, és ez majd egy remek kis fekete ablakot nyit meg. Most nagyon gyakran szokott egy olyan hiba lenni, mindjárt meg is mutatom egyből, hogy valahogy így néz ki ez az ablak, és hogy ilyen nagyon kis picike is, hát szegény, nem nagyon látunk semmit, csak így ráközelítünk, de még akkor is picike. Na, hogy lehet ilyen, mit lehet ilyenkor csinálni? Hát nagyon egyszerű, jobb egér, kat, tulajdonságok, és akkor itt van egy ilyen kis szerencsétlen mező, hogy méret, és akkor a legnagyobbat kiválasztjuk, oké, okay, és hip-hop, ilyen nagy lett, és boldogak vagyunk, mert szép az élet. Na, tehát, hogyha a MAC címünkre vagyunk kíváncsiak, akkor írhatunk egy olyan parancsot, hogy IP config, angolul IP config, és nem lehet látni azt itt szépen, nyomunk egy Entert, és akkor kiíródik mindenféle remek információ, csak hogy pont az az információ hiányzik, ami nekünk kell, ezért kiegészítjük ezt egy olyannal, hogy per all, mert hát mi mindenre kíváncsiak vagyunk. Kicsit megnyitom ezt, nyomok egy Entert, és itt van mindenféle sok mindenség, és hát akkor nézzük csak, hogy mik ezek a dolgok. Hát itt vannak a hálózati interfészek. Itt van egy Ethernet adapter, itt van még egy Ethernet adapter, itt van még egy teredó valami, stb. Itt is van még egy tunnel adapter, stb. Stb. És nekünk, hát ugye mindegyik adapternek saját tulajdonságai vannak. Ha Wi-Fi-t keresünk, akkor az is ott lesz, hogy wireless LAN, vagy valami ilyesmi. De nekünk most éppen ez az izgalmas és érdekes, mert hát hogy az Ethernetet vizsgáljuk most. És akkor látunk ilyet, hogy physical address, ez ugye a mostani hudarondán írok, physical address, ez a MAC cím, ahogy lehet itt látni, itt van a szám, ez a
hálózati interfész ennek a Mac címe. Ez nagyon szép és remek. Most, hogy azt meg tudtuk nézni, nézzük meg, hogy lehet ezt a címet átírni, ha netán valamikor szükségünk lenne egy ilyet csinálni. Hát visszamegyünk ide az adapter beállításokba, vagyis nem ott kell. Nyitunk egy olyat, hogy eszközkezelő, legegyszerűbb, ha itt rákeresünk, elkezdem írni, hogy eszközkezelő, és már ki is jött itt, ez remek, megnyitjuk. És a sok minden eszköz között keresünk egy olyat, hogy hálózati eszközök. Itt van hálózati kártyák, erre rámegyünk, és itt lehet látni, hogy van két hálókártyám, és hát ezt a Realtek-es, gigabites, PCI Express-es kártyát fogom választani, mert hát ez az Ethernetem. És akkor egy dupla kattal meg is lehet nyitni. És ha rámegyünk a speciálisra, vannak itt egy csomó tulajdonságok neki, mert hogy ő nagyon okos és sok mindent tud. És megkeresem azt, hogy hálózati cím itt van. Lehet, hogy nektek fizikai cím alatt van, nem tudom, de általában így ez szokott lenni, hogy hálózati cím. És alapból itt egy nincs jelen szokott lenni bejelölve, viszont ha mi ide valamit beírunk, akkor ezt nagyon szépen fel fogja tudni használni. Tehát ide beírunk egy érvényes Mac számot, tehát hexadecimális 12 jegyű számot, nyomunk egy okét, és boldogak vagyunk, mert átíródott a szám. Na, most tudjuk, hogy mi a Mac cím, és miért jó. Ez nagyon remek. Nézzük tovább. Következő, amivel foglalkozni fogunk, az az IP cím. Ez is egy remek fogalom. Sok mindenben hasonlít a Mac címre, és vannak nagyon nagy különbségek is. Tehát nézzük először, tehát a Mac cím az azért volt, hogy azonosítsa az eszközöt. Hát ahogy majd tanulni fogjuk, az IP cím is gyakorlatilag pont azért van, hogy azonosítson egy ilyen eszközt, egy ilyen hálózati interfészt. Viszont lényeges különbség köztük az az, hogy ahol a Mac cím az meg volt adva gyárilag, illetve mi azt a trükközéssel át tudtuk írni, az IP az egyáltalán nem ilyen lesz. Az IP ugyanis azt hozzárendeljük egy ilyen Mac címhez. Tehát egy adott IP-t hozzá tudunk rendelni egy Mac címhez. Hogy is működik ez? Hát van egy hálózati kártya, ugyebár annak van egy ilyen Mac címe, és ehhez a Mac címhez hozzárendelünk itt egy IP címet. Mutatok is egy példát egy IP címre. Egy nagyon gyakori IP cím, amivel lehet találkozni, az például ez. Ez egy gyönyörű példa egy IP címre. Mit veszünk észre? Hát itt ugye csak 4 darab ilyen eltagolt dolog van, pontokkal szokás eltagolni a számokat, és hát ez nem hexadecimális érték, hanem itt a számok azok mehetnek egészen 0-tól 255-ig. Ez a megengedett határ itt ezeknek a számoknak. Tehát egy ilyen mező, amit elkülönítettem, az elközé eshet. És ebből van ugyebár 4. Tehát akkor megint, hogyha jó ügyesek vagyunk matekból, akkor rájöhetünk, hogy van nekünk hát egy 255 lehetőség itt, és ebből van 4, tehát ez ugyanannyi, mint 255, ugyebár a negyediken. De mivel a 255 az 2-nek a hatványa, ugyanis csak rosszul írtam, ez nem 255, hanem valójában 256, ugye? Na, ez jó ronda lett, nem baj. Ez itt 256 a negyediken. Így, jaj, még rondább lett. Na, nézzük így talán. Ah, most az igazi, ez az igazi. Na, mert ugye hát a nullát is bele kell számolni. Tehát azért itt is elég sok lehetőség lehet ezekből a számokból. Tehát
az IP cím az mehet egészen, hát ezzel a csupa nullától,